simogattál a hüvelykujjammal. Ne simogassál semmiféle egeret, amit velem jársz, hallod. Add már ide! Gyors! Lenny! Lenny! Lássuk, emlékszel még, hogy hová megyünk? Már megint elfelejtettem! Csak Isten, elfelejtetted, mi? Elfelejtetted? Lenny, egy tanyára megyünk, hallod? Egy olyan tanyára megyünk dolgozni, ahonnan jöttünk, mint amilyen fenn volt éjszak. Igen, éjszak. Vídben. Igen, Vídben. Figyelj, de Lenny. Oda megyünk arra a tanyára, és beszélünk a gazdával. Beszélünk a gazdával. George és Lenny a nagy gazdasági világválság idején keresik boldogulásukat Kaliforniában. Saját farmról álmodoznak, ahol nyulat tenyésztenének. Ez az értelmileg sérült, ugyanakkor nagyon erős, Lenny leghőbb vágya. Egy tanyán kezdenek el dolgozni, ahol az okos George próbálja megóvni a veszélyes helyzetektől gyerekkori barátját. Nekem színészileg iszonyatosan sokat hozzáad ehhez az előadáshoz, furcsa módon a Kripli, ami egy teljesen más világban játszódik, de mégis, hogy álltam a másik oldalon, tehát tudom, hogy milyen volt fogyatékos játszani, és milyen most valakit óvni, aki fogyatékos. És valahogy az előadás és az a szerep is arra tanított, amire ehhez az empátiára, és a hihetetlen együttlüktetése, és az együtt légzése valakivel, aki neked, hogy mondjam, ez olyan, mint ahogy például én a feleségemet szeretem, hogy inkább velem legyen baj, mint vele, mert azt sokkal könnyebben megoldom és feldolgozom én magam, mint hogyha érte kellene aggódni. És ezt nagyon párhuzamba tudom hozni ezzel a hihetetlen, a világirodalom egyik legszebb barátságával, amilyen George és Lenny között van, hogy ők olyan szimbiózisban élnek, hogy az egyik nélkül a másik nem működne, de ugyanez igaz George-ra is, hogy Lenny nélkül nem működne, mert az a szeretet, az a feltétlen szeretet és az a bizalom, amit tőle kap, azt senki mástól nem kapná meg ebben az életben, és ezt ő tudja is. Egy mindenkori felnőtt társadalom mércéje, hogyan bánik a fogyatékkal élőkkel, az idős emberekkel, a nőkkel, valamint az állatokkal. Steinbeck annak ellenére, hogy felvázol egy modernkori tajgetosz történetet, mégiscsak a szeretetre helyezi a hangsúlyt. Az állatok, a gyulak, az egerek, a kutyák, a macskák, a tyúkok, ezek mind fontos szerepet játszanak ebben a történetben, ezeknek az embereknek az életében. És a Candy kutyája annyiból is fontos, hogy Candy is elmondja, hogy vajon ki lesz-e valaki, aki rajta is segít akkor, amikor eljön majd véglegesen az ő ideje. Rengeteg ilyen kérdést boncolgat ez a darab, hát többek között ezért is mestermű. Szűcs Gábor rendező korábban már vitte színpadra a Nobel-díjas író mesterművét, mint mondja, a színmű mindegyik szerepe jutalomjátékot ígér a benne játszóknak. A közönségnek minden bizonnyal katartikus élményt hoz a Győri Nemzeti Színház legújabb bemutatója. Ez mégiscsak a reménynek a története, és mégiscsak a szeretetnek, a végtelen szeretetnek a története. És azt gondolom, hogy mert találkoztam többször ezzel a történettel, és Steinbecket mindig szeretettel forgatom. Azt gondolom, hogy olyan elképesztő megtisztulást hoz az embernek, amivel másnap úgy kelek fel, hogy érdemes jó embernek lenni, és szerintem ez a legfontosabb üzenete. Steinbeck Egerek és emberek című színművét korábban 1995-ben mutatta be a társulat. Az akkori szereposztásból Jáger Andrást ér most vissza Krux szerepében. A Győri Nemzeti Színház legújabb premierjét Szűcs Gábor rendezi, főbb szerepekben Ungvári Istvánt és Járai Mátét, valamint Bede Fazekas Csabát, Posonyi Takács Lánclót és Szina Kingát láthatjuk. Témánkat a Kulisszák mögött című magazinunkban folytatjuk.